A minőségi időt látják, köszöntöm Önöket. Ha őszintén megkérdeznénk, mi is a boldogság, bizonyára nem találnánk két embert, akik ugyanazt válaszolnák. Sokan pedig egyáltalán nem is tudnának felelni. A boldogság olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalja életünk minden területét és ezzel emberi teljességünket. Kinek mit jelent a mai társadalomban a boldogság, velünk született állapot, vagy tanulható? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ mai vendégemmel, Tóth Borbála pszichológussal. Kezdjük talán ott, hogy mit jelent pontosan az, hogy boldogság. Nagyon nehéz megfogalmazni, de próbáljuk meg, hogy mit nevezünk boldogságnak. Hát csak meg tudom erősíteni az ön felvezető szavait, hogy valóban nagyon nehéz a definíció. A mindennapi életben számtalanszor halljuk, hogy keressük a boldogság kék madarát, ami után vágyódunk, amit valóban el is hangzott. Egy alapélmény, amire mindannyian vágyunk, és ha belegondolunk, a népmeséinkre gondolok, népmesékre, népdalokra, számtalan esetben látjuk, hogy a főhős elindul, hogy megkeresse a boldogságát, boldogulását. És itt rátérnék a magyar nyelv rendkívüli szépségére, hogy milyen szépen benne van, hogy valaki boldog, boldogul, vagy boldogtalan. Ez meghatározza az életminőségét. És azt látjuk a meséken keresztül is, hogy nagyon mélyen belénk ívódott a boldogság utáni vágy. Tehát a kollektív tudattalanunkban mélyen van kódolva, hogy elinduljunk a magunk boldogulása útján. És ehhez a gondolatsorhoz kötném a pszichológiai megközelítést, pont azért, mert nagyon nehéz megfogalmazni, tehát, hogy nem is feltétlenül boldogság definíciót keresünk, hanem azért, hogy jobban vizsgálható legyen ez az állapot, a jólét kutatásáról beszélnek, mert hogy ezt sokkal könnyebb empirikus úton tanulmányozni, vagy adatokat, mutatókat keresni rá. És ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy Magyarországon a közelmúltban két nagyon jeles könyv is jelent meg a boldogsággal kapcsolatosan. Az egyik a kaliforniai Boldogság Pszichológiai Kutatóközpont munkatársaitól egy kötet. A kötet szerzője Szonya Lyubomirsky, Hogyan legyünk boldogok címmel, és a másik kötet talán ennek nyomán, és a részben a Lyubomirsky interpretációját kibővítve Bagdy Emőkétől is jelent meg egy kötet, Hogyan legyünk boldogabbak. És erre a két műre támaszkodva gondolom, hogy közelebb juthatunk a boldogság fogalmához. Tehát Lyubomirskyék azt állítják, hogy a boldogság készségünket azt 50%-ban genetikusan hozzuk magunkkal, tehát ezek az úgynevezett jó gének, amik meghatározzák, vagy hozzásegítenek, hogy meg tudjuk élni a boldogságot. 10% az, amit a környezet ad hozzá, ez azért különös, mert azt gondolhatnánk, hogy ez sokkal több, és 40% az, ami a mi magunk döntése, tehát hogy milyen irányban mozdulunk el. És hát azt látjuk, hogy nem csak a népmesékben, hanem a európai, vagy tehát a világkultúrában is nagyon jelentős törekvés zajlik, vagy volt a boldogság megragadására, gondolok itt akár a buddhista filozófiára, gondolok a Máté evangéliumában a hegyi beszédre, Jézusnak a 8 boldogságról szóló tanításában, és nem véletlenül emeltem ki ezeket, és különösen a 8 boldogságra szeretnék utalni, mert csodák csodája az amerikai, kaliforniai boldogságpszichológiai központ munkatársai majdnem hasonló tételeket fogalmaztak meg, mint ami ebben a 8 boldogságban megfelelhető, megtalálható.
és maga Ljubomirszky a boldogság eléréséhez vezető utat a boldogságfejlődés 10 parancsolatában foglalja össze, és akkor ezeket, már amennyit itt össze tudok hozni, akkor ezeket szeretném megosztani a nézőkkel. Rátérhetünk erre is, hogy mindenképpen fejtse ki ezzel kapcsolatban a véleményét. Először nézzük meg talán azt, hogy ahhoz, hogy boldogok legyünk, szükséges az én ismeret? Tehát az önismeret elsősorban? Feltétlenül szükséges. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy igazi döntést, vagy igazi ráhangolódást akkor tudunk tenni, akkor tudunk igent mondani valamire, hogyha belül egy mély változás áll mögöttünk, és hogy ez nem egy kognitív döntés, tehát hogy én eldöntöm, elolvastam, úgy fogom csinálni. Nyilván nagyon sokat tudunk az ismeretterjesztő anyagból is tanulni, de az, hogy mennyire vagyunk tisztában önmagunkkal, mennyire ismerik a reakciónkat, mennyire tudjuk azt, hogy hogyan tudunk reagálni a másikra, az nagyon sokat segít abban, hogy jól vagy rosszul kezelünk egy helyzetet, hogy tudunk-e kiengedni, tudunk-e boldogok lenni, tudunk-e örülni a másiknak. És akkor itt már közben vissza is csatoltam erre a 10 parancsolatra, de maradhatunk ezen a vonalon is. Nézzük meg ugye először azt, hogy nagyon fontos, hogy boldogok legyünk, hogy saját magunkat ismerjük. A kisgyerekeknél ez a boldogságérzés, ez úgymond velünk született. Ugye egy kisgyerekeknél megvan, hogy rá tudnak csodálkozni dolgokra. Mi lehet annak az oka, hogy egyszerűen ahogy felnövünk, ez így kezd elhagyni úgymond minket? Megelőzött a kérdésével, mert arra gondoltam, hogy mindenképpen beszélnék erről az állapotról. Tehát az első kapcsolat, az a szeretett kapcsolat az anyával, úgy is mondjuk, hogy ősbizalom, az első szeretet, ezt esetleg más vonatkozásban is szoktuk használni. Azonban, hogyha ez a bizalmi kapcsolat megromlik, tehát megszakad, és nyilván nem a gyerek válik rosszabbá, hanem valami miatt az anyának nincs meg a megfelelő készsége, támogatottsága ahhoz, hogy jó karban tudja tartani a gyermekét. Milyen szép a magyar nyelv, ismételten karban tartani, megemelni, tartani. És azt gondolom, hogy az a jelenség, aminek most vagyunk a tanúi, én számtalanszor, hát nagyon rossz érzésem van, utazom a villamoson, a 4-es, 6-oson, és látom ott az anyukákat a gyerekekkel kommunikálni, tehát fegyelmezik őket, vagy egész idő alatt a mobiltelefonjukat simogatják, ahelyett, hogy ezt a mindannyiunk számára nagyon fontos simogatási igényt, amitől boldogabbak tudunk lenni, amitől kisimulunk, mondjuk a gyerek kükre tudnák fordítani, és számtalan esetet, vagy késő éjszaka, 10 órakor még babakocsit tolnak, és a gyerek nem alszik. Tehát, hogy olyan szinten veszítettünk el alapsémákat, ami, és nem csak mi itt Magyarországon, hanem valahogyan itt a elmúlt században megbomlott valami, tehát pontosan ezek a hagyományok és transgenerációs minták, amit korábban örököltünk, tehát szinte azt is mondhatom, hogy évezredek óta ugyanaz az attitűd volt az anya és a gyerek között, ugye a gyerek rászorult az anyára, és mellette álltak. Most ezzel a fellazult világgal, amiben hát részben az internetnek rendkívüli szerepe van, részben megváltoztak a család együttélés szokásai, tehát természetes, hogy a szülők elválnak. Tehát, hogy ez a gyerekeket nagyon mélyen érinti, és nem kapják meg az elégséges és szükséges figyelést, odafigyelést,
simogatást, akkor így mondom, támogatást, biztonságot, lásd a késői alvás, vagy nem éppen akkor vacsorázik, nem akkor fürdetik, tehát nincs meg a rendszeresség. Tehát, hogy valami elveszett, és borzasztóan nehéz aztán ezeknek a gyerekeknek jónak lenni, és pedig azt gondolhatjuk, vagy azt vélhetjük, hogy egy jól működő társadalom, amiben egészségesen szeretnénk fejlődni, tehát hogy meg legyenek az alapok, az azon múlik, hogy milyen generáció nő föl, hogy tudjuk őket támogatni. Ha már ott tartottunk, hogy ugye ez kezd így kiveszni a kisgyerekekből, akkor tanulható maga a boldogság? Igen, hát az előbb volt erről szó, hogy 40%-ban tanulható, igen. És én nagyon szívesen elmondanám ezt a 10 passzust, vagy legalábbis, ami most itt felmerül, hogy mi kell ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ha kezdhetjük ezzel az első témával, amit már érintettünk, tehát, hogy nagyon fontos a család megtartó ereje, a társas támogatás, az, hogy biztonságban legyen valaki, tehát, hogyha ezt mind eléri, ha ebben jól ellátott, akkor képes lesz saját maga is boldog lenni, boldogságot adni és kapni. Ugye az adás-kapás is egy nagyon lényeges pszichológiai fogalom, és hát azon múlik, hogy a gyerek ebben a korai anyagyerek kapcsolatban mennyi muníciót tudott begyűjteni az anya részéről. Aztán folytatnám azzal, hogy ebben a 10 pontban megjelenik, hogy nagyon fontos a hála kifejezése. Tehát, hogy el tudjuk ismerni a másikat. Ez is mintha kiveszne mostanában, tehát nem szeretném a másik oldalt erősíteni, vagy arról beszélni, de az, hogy mennyire tudok meghajolni a másik előtt, és elismerem az értékeit, az nem csak neki jó, hanem a saját boldogságunkat is segíti. Ugyanúgy kiemeli, akkor csak egy párat fogok ebből a lényegeseket kiemelni, tehát kiemeli az altruizmust, vagyis, hogy próbáljunk meg támogatni másokat, próbáljunk adakozni, mert hogy a saját javainkból adni mások számára, mert akkor leszünk gazdagabbak, ha meg tudjuk osztani ezeket az értékeket másokkal. Ugyancsak nagyon fontosnak tartom magam is, és a szerzők is, a megbocsátást. Tehát a zsidó-keresztény kultúrában a megbocsátás az a vallásgyakorlás része, és az a tapasztalat, tehát a kutatások azt bizonyítják, hogy azok az emberek, akik ebben előbbre jutnak, vagy képesek erre, a saját boldogságukat alapozzák meg, mert nem marad ott benn a vádaskozás, az irigység, a düh a másik iránt, és hogy ebben a vonatkozásban szeretnék arról is szólni, hogy a pszichoimmunológia mostanában nagyon sokat fejlődött, és kimutatták, hogy azok az emberek, akik bánatosak, dühösek, sokkal inkább meg tudnak betegedni, mint azok, akik, és az immunrendszerük gyengül, tehát lásd, daganatos betegségek, vagy szív- és érrendszeri betegségek, de ilyen banális példát is tudok mondani, ezt mindannyian ismerjük, és megtapasztaljuk, hogy például vizsgaidőszakban sokkal előbb leszünk náthásak, vagy sokkal előbb megbetegszünk, mert hogy elfáradtunk. És hogy ennek a mélyebb rétegei viszont súlyos szomatikus vagy pszichoszomatikus betegségeket is tudnak okozni. Tehát, hogy a megbocsátás másoknak és magunknak, az tulajdonképpen a saját egészségünk erősítése, vagy a saját mentálhigiénénknek
a jobbulását segíti elő. És beszélnek még a testedzésről, ami szintén nagyon fontos, tudjuk, hogy boldogsághormonok szabadulnak fel testmozgás nyomán, de végül, de nem utolsó sorban nagyon fontosnak tartom, és egyetértek azokkal, tehát Lyubomirszkire hivatkozom, tehát kaliforniai boldogságkutatóközpont, hogy a spirituális élet, a vallásgyakorlás és az ima az sokat segít abban, hogy boldogabbak legyünk. Tehát azok, akik ezt gyakorolják, jobban elégedettek. Tehát nincsen meg a vágyódás a még többre, hanem hogy el tudják fogadni az aktuális helyzetet. Pozitív oldalát nézve, ugye már beszéltünk a negatív oldaláról, pozitív oldalát nézve ön mit gondol? A jó kedv, az öröm be tud indítani egyfajta láncreakciót, tehát hogyha mondjuk én állok a sorba, és látom, hogy a mögöttem levő mondjuk siet valahova, én előre engedem, akkor nyilván neki ez egy pozitív behatás ér ilyenkor. Ez egy láncreakció szerűen be tud indulni? Ez természetes, ez így van, és ez azért is érdekes, mert erre is kutatások zajlottak, hogyha felveszünk egy testhelyzetet, vagy egy mimikai helyzetet, elkezdünk mosolyogni, akkor sokkal jobban kezdjük magunkat érezni. Tehát, hogy tudatosan is lehet ezt tenni, és hogyha ezt hitelesen gyakoroljuk, akkor nyilván nem csak nekünk, hanem a másiknak is nagyon jót tesz. Mennyire alakult át a mai anyagias társadalomban a boldogság fogalma? Erre konkrét választ nem tudok adni, de azt gondolom, hogy van egy feltételezésünk, hogyha ezt és ezt megvesszük magunknak, tehát látjuk a plakátokat, én egyébként nagyon kevés televíziót nézek, de mindig figyelemmel kísérem a plakátokat, és azt gondolom, elég csak végigmenni az utcán, és pontosan tudom, hogy hol tartunk, és mi történik a városban. Tehát, hogy fogyassz, élvezd, használd, mert megérdemled. Tehát, hogy micsoda mézes madzag ez, amire azok, akiknek nem rendelkeznek azzal a mély és biztos önismerettel, vagy azzal a biztos társas támasszal, amiről az interjú elején beszéltünk, elcsábulnak. Tehát akkor könnyen ráhajolnak, hogy akkor ha ezt és ezt megveszem, jobb lesz nekem, de ezek múló örömök, mert mindig ott van egy új választási lehetőség, és nincsen vége. És úgy gondolom, hogy ez a mai konzumvilág erre utazik, tehát, hogy nagyon résen kell lenni, hogy az ember nemet tudjon mondani. Ha már ugye televízió, igen, akkor milyen pszichés boldogságot tud adni maga a televízió sok embernek, ha egyáltalán tud? Igen. Én úgy gondolom, hogy tud is, mert a televíziónak van egy fontos értékközvetítő szerepe, tehát ha akár a jól kiválasztott természetfilmekre gondolunk, vagy a művészi alkotások felmutatására, zenére, de még a könnyebb szórakoztató műfajra is, tehát hogy ez rendjén van. A nagyobbik gond azt hiszem az, hogy az emberek válogatás nélkül nézik a tévét. Nem is biztos, hogy minden tévé profiljába ez az értékorientált műsorszerkesztés zajlik, hanem kiszolgálni egy igényt, ami az érték alatt van. És hát amit én komoly problémának gondolok, hogy mennyi időt töltünk ott a tévé előtt, és akkor ha itt a gyerekekről is volt szó, tehát én úgynevezett tévé anyáról beszélek, hogy reggel éppen tud ülni a gyerek, és már oda ültetik, és el van, mert éppen olyan műsort is, tehát rafináltak a televíziós csatornák, tehát van olyan baba műsor, ahol csak mozgó formák mozognak, és már egész pár hónapos gyerekeket is le tud kötni, és akkor az a kérdésem, hogy mi helyett? Tehát, hogy mennyivel olcsóbb, egyszerűbb odaülni a televízió elé, mint erőfeszítést tenni a társas kapcsolataink építésére, és egyáltalán ezt a finom skilleket átadni, elsajátítani,
a családban, tehát a szülők, gyerekek, és egyáltalán abban a környezetben, ahol élünk. Ha már említette a társas kapcsolatokat, akkor Robert Wadinger, egy amerikai pszichiáter, összesen 724 embert vizsgált, és ő azt vallja ezek után, hogy akik jó közösségi kapcsolatokat ápolnak, azok egészségesebbek, boldogabbak maradnak, és tovább élnek, mint azok, akik elszigetelődnek. Önnek mi erről a véleménye? Egyetért ezzel? Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Mások is hasonlóképpen tudják ezt megerősíteni, de egyébként bele is gondolhatunk. Tehát, hogy alapvető szükségletünk a másik jelenléte, és a pszichológiai tanulmányok egyik alaptétele az úgynevezett megkapaszkodási ösztön. Tehát, hogy Hermann Imre vizsgálta ezt, magyar pszichoanalitikus, tehát majmokkal végzett kísérletet, ahol voltak a valódi anyák, amiben meg tudott, tehát szőranyák, bocsánat, mert ez kísérlet, ahol meg tudtak a majmok kapaszkodni, és hogy azok a majmok életben maradtak, szemben azokkal a majmokkal, akik csak a drótot tudták fogni, és nem volt meg az anyai biztonság melege. Tehát, hogy nagyon jól demonstrálható, bizonyítható, hogy fontos a másik biztonságos jelenléte. Ön szakemberként milyen módszerekkel segít a pácienseinek? Igen, nagyon fontosak a módszerek, de én azt gondolom, és ez talán nem csak az én véleményem, hogy egy terápiás munkában igazán a kapcsolat számít. Tehát, ha jól kialakított megvan egy bizalmi kapcsolat a pszichológus és a páciensek között, akkor ott elindul egy mély belső munka, ami különféle szintű fokozatú lehet, attól függően, hogy milyen problémával jön a páciens. Egyébként pedig, tehát a módszereket tekintve analitikusan, dinamikusan orientált rövid terápiát csinálok, családterápiát csinálok. Ez nagyon fontos, a családterápia, mert a családterápiában a rendszer szemléletben gondolkodunk, és én nekem ez egy külön, hát mondhatom, hogy készségem, vagy preferálom ezt a módszert annyiban, hogyha egyedül jön a páciens, az én fejemben akkor is ott van az egész családja. Tehát, hogy a pácienset a saját rendszerében tudom elképzelni, és akkor sokkal könnyebben tudunk dolgozni. Pszichodramatista vagyok, tehát az önismeret témához azért tudok akkor hozzászólni, mert önismereti csoportokat vezetek dramatikus módszerrel, és ezen kívül még autogén tréninget, relaxációt is tanulnak nálam, tudnak elsajátítani a páciensek. Egy nagyon fontos kérdés, amit még feszettem volna tenni, hogy most fel is teszem, hogy sok embernek ugye nehezen indul a reggel, tehát nem úgy kelünk fel az ágyból sok embernél, hogy egyből jó kedvünk van és boldogok vagyunk. Segít az ön szerint, hogyha mondjuk kis cetlikre idézeteket írunk fel, pozitív gondolatokat, ezeket elolvassuk reggel, kihelyezzük a ház néhány sarkába, elhelyezzük őket, hogy így egy pozitív szemlélettel kezdődjön a napunk? Azt gondolom, hogy ez nem árt, tehát, hogy ezt mindenképpen lehet csinálni. Én nem gondolom, hogy a cetlik fogják beindítani, mert hogy már az előbb volt arról szó, hogy belülről. És akkor arra gondolok, hogy egy jó zenét föltenni, tehát, hogy ami a zsigerre kihat, ami az érzékekre hat, akkor az sokkal előbb el tud indítani egy pozitív hangulatot, egy jobb kedvet, de kinek a mértéke és elképzelése szerint. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!